A mai videóban byron lesz szó a legújabb mitikus karakterről a játékban. El fogom állni, hogy mikor jön ki, mit tud, mi a mi a sztájpárvőre, és még az animációt is meg fogom mutatni, úgyhogy ha ez érdekel, tarts velem! igen, srácok, elérkeztem az első sneakpikes videómmal tulajdonképpen, amiben szeretnék Byronról egy kicsikét mesélni. Viszont mielőtt mesélek róla, szeretném elmondani, hogy a zsomac.hu még érvényben van. Most már csak pár napotok van leadni a rendeléséteket, ha szeretnétek karácsony előtt megkapni a legjobb zsomacos terméket, hogy tegyétek meg most zsomac.hu, ott mindent megtaláltok. Na no de, a mai videóban Byronról lesz szó, mint említettem, de egy kicsikét térjünk ki Edgarra, a másik karakterre, ugye az ingyenes brawlerre azt most már tudjuk, és én is megoszthatom veletek, hogy december 19-én fog érkezni ez az epikus karakter ingyen, és egészen 2021. január 7-ig lehet ingyen megszerezni. Szóval elég sok időnk lesz arra, hogy begyűjtsük ezt a karaktert. Szóval léphetek be minden karitokba, és december 19-én ott is van az ingyen kari. Térjünk is vissza báronra először is mikor jön a karakter. A karakter nem máskor jön, mint holnap reggel 9-kor. Holnap reggel 9-kor, és hát nem lacafacáztak egyébként. Konkrétan látítós videó lesz holnap, ez már egyértelmű. Egyébként holnap, amikor a shop frissul, az reggel 9-től lehet kinyitni a karaktert, úgyhogy én ezt meg fogom tenni, srácok, lányok. Ha nem akarsz mondani, a holnap lehetős videóról, iratkozz fel, és nyomd be a csengőt is, és tuti nem maradsz le. Na, no, de akkor beszélünk Byronról, hogy mit tud, milyen képe is, hogy vannak, hogyha esetleg nem láttad volna a meg ugye most már úgy is több mindent tudunk róla. 3500 élete van, normál sebessége van, a támadása 560 sebez, per hírál, mert ugye a csapattársat találsz akkor ha enemit találsz el, akkor pedig sebez, 560 sebez viszont háromszor, tehát háromszor sebez, szóval igazából 1680 sebez, viszont ugye ez három másodperc alatt összesen, hasonló a támadása, valamint a manikája, mint Króna. A range -e very long, és a reload speed -e pedig nagyon-nagyon gyors, a superjárt tulajdonképpen 2100 sebez per hílel, vagy akár egyszerre, hogyha ledobod, akkor tulajdonképpen a csapatársadat hílei, ha benne vannak az ellenfeleket pedig sebzi, hogyha benne vannak instant 2100 sebzés, ami azért elég kemény. Ráadásul a long -a van. Byron shot in the arm-nak hívják tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy belelő egy ilyen injekciót, vagy, vagy akármit, egy hilt tulajdonképpen a saját kezében, mondjuk egy stringet, mondjuk, mint pubg és 800-at 3 másodpercen keresztül, szóval 3x800 tud az azaz 2400 ami ezzel elég soknak ö, tűnik tulajdonképpen elég op is tűnik ez a gadget, azt kell mondjam, de egyrészt csak háromszor tudja használni, másrészt ugye a karakter mindenki tud hileni saját magán kívül, szóval kellett valami, amiben tudja magát is híleni, úgyhogy ez az első gadget lenne az. Byron Star power tulajdonképpen a Malice, a vagy rossz közérzet. Byron superje megállítja az ellenfelek hírelését 9 másodpercig 50%-kal. Szóval, ha a szuperével eltalál valakit, akkor utána 9 másodpercig az ellenfelek, akik benne voltak, Fele annyit tudnak csak hílálni. Ez nagyon durva, szóval sokkal több idő, és sokkal kevesebbet fognak kínálni, 9 másodpercig ami azért elég hosszú. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a Star Power elég jó lesz, bár nyilván kíváncsi vagyok a másik Star power is. Egyébként a másik csatornámra feltöltöttem egy videót, amiben átnéztem a Balance Update-ot, és mindent, ami már megérkezett az update és az Update már kint van, úgyhogy csak kajátok azt a videót, hogyha érdekel, hogy pontosan mit érkezett, és mit kell tudni róla. Byronhoz természetesen kaptunk pineket is, sajnos nem animáltak ezek a pinek egyébként, de itt mellettem láthatjátok ezeket a pineket. Nem rossz, nem rossz, azt gondoltam, hogy ha már kapunk új animált pineket, 8 karakter, akkor én azért mondjuk az a két új karakter, ez adtam volna alapjáraton. Na minél valószínűleg szépen lassan mindenki ezt fogunk kapni, ez biztos. A vesztési és a nyerési animáció szerintem tök jók, a veszélyi animációja vicces, a animációja pedig elég menő, úgyhogy nézzétek ezeket. Sajnos kipróbálni a karaktert, nem tudom, de egy kis gameplay van, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tud Byron még a megjelenés előtti napon. Na, srácok, akkor nézzük is csak, hogy mit tud Byron a játékon belül. 3500 életem, ugye masszusan erről már beszéltem korábban. Egyébként itt fogok a véleményemről beszélni, nagyon hasonlít egyébként Króra, teljesen más mechanikájával mint az eddig híleleknek. Ugye így néz ki, kis zöld csikot húz maga után, miközben benyomja a gezsitjét, tulajdonképpen. Hát nem fog túl sokat sebezni, nem tudunk így ráfutni az emberekre, és megölni, bárkit, ugye nagyon-nagyon sok idő kell, három másodperc, ami sok időnek számít a sebzésünkre, tulajdonképpen. De nem lesz egy ilyen karakter, nem lesz egy showdown karakter, én azt gondolom, hogy viszont például 3 v 3 okban nagyon jó lesz, és nagyon skilles játékosok fognak tudni vele jól játszani, szóval én például nem feltétlenül leszek vele jó, de nagyon várom már egyébként, hogy holnap megjelenjen. Természetesen már holnap 500 kupára minimum fel fogjuk de szerintem többre is, tulajdonképpen, úgyhogy a Facebookon várok majd mindenkit nagy szeretettel ezen a a livestreamen. nézzük meg, hogy ez a gameplay igazából mit tartogat számunkra, mert még én sem láttam, Hátha ha lesz egy két izgalmas pillanat. Vajon tudja -e magát hílelni a Eva? Szerintem nem egyébként. Én azt gondolom, úristen, 3700-at sebez, és ez meg is fog halni. Azért, azért még showdown durva tud lenni, hogyha sok power cube van, konkrétan egyszer eltel az ellenfet, és, és pár más perc halott. Na hát elég érdekes Brabla kapunk itt ebben a következő mérkőzésben, maradjuk annyiban sárcak lányok. Nem a legjobb igazából arra, hogy bemutassák, hogy Byron mit is tud igazából. Lehet, hogy az a be fog kerülni a játékba, mert nem tudom, miért mutatnék egyébként. de légy, színe. légy színe, úristen. Mi az Isten ez? Aha. Izgi, izgi, izgi. Oké, okay, belőtte a gól, de mi most nem erre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szépen tud göltlőni, hanem na végre egy normális map. Ezt már szeretem. Ez már ma... ment, hogy normális map az túlzás. Mi az Isten ez a pálya közepe? Jesus Christ, de rossz lesz ez a pálya. Atya úristen. Hogy triplük ki le az nem tímet amúgy? el is feltem amúgy, hogy tud hílálni csapattársakat. Nagyon durva ez a karakter amúgy. Jó lesz nagyon. Jó lesz nagyon. Wow. Az jó ulti volt, haver. Mondjuk úgy, úgy is megnyerték. És hát lányok, a mai videó végén még egy kicsit szeretnék a skinekről beszélni, és erről is megvan minden információm. A Snowman tickkel kezdeném, ez egy 80 gemes skin lesz tulajdonképpen. Szóval ennyiért tudjátok majd megvásárolni ezt a kis skinecskét. Méghozzá december 19-től elérhető lesz ez a skin. Azaz, nem sokára, pár napon belül itt is lesz. A következő skinünk az a Holiday Party Frank tulajdonképpen, ami sajnos 150 gembe fog kerülni. Én azt gondolom, hogy nem ér ennyit. A Tickets Skin az 80 gemért szerintem tök jól van beárazva egyébként. A Holiday Party Frank, szerintem 150 ért nem fogom szintén megvenni, de 80 ért megvettem volna. Mindenesetre ez a skin december 21-én fog érkezni, ami szintén nincs olyan messze. Ráadásul a következő skinünk a Nutcracker Gale, ami nem lesz limitált, mivel ez egy szuper személyes skin. Itt a Broly Day skin belül jön ki, viszont... Uh nem lesz limitált, és bármikor meg tudjuk vásárolni. Ez egy 150 gemes -e skin lesz, ezt gondoltam egyébként, és ez december 23-án fog érkezni. Ez a skin ér 150 gemet. Szerintem az egész um, Broidy skinnek közül csak ezt az egyet fogom megvenni egyébként. Ez ugye december 23-kor fog érkezni. Végül, de nem sorban a Warrior Bow, ami egy elég gyenge 30 gemes uh, bow skin tulajdonképpen, amit akár ingyen is megszerezhettek egyébként. Január 29-én fog érkezni ez a skin. Nem tudom, miért várnak olyan sokáig egyébként. Itt kidobnak három skint, aztán a következő több egy hónap múlva érkezik. Szóval ez így érdekes, maradjunk annyi, hogy ezt így oldották meg. Viszont az azt jelenti, hogy 29-ig lehet megszerezni, viszont egy héttel előtte lesz a challenge. Szóval én azt gondolom, hogy január 22-e, 23-e körül lesz szerintem az a challenge, az a dós challenge, amiben lesz a skint, meg lehet majd szerezni. Ezen felül ugye még kaptunk ugye animált pineket, Spreutra, Pokora, Brokra, Koltra, Morticra, Sterilis, Elprimóra és, és Talára is. Úgyhogy srácok, szerettem volna erre a videóra, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, iratkozzatok, fölnyomjatok. Likodni, mert több a csengőt is, nem maradtok le a videókról, és holnap találkozunk akkor a következő Byron nyitó slides jók! Sziasztok!